Edzőváltás követően fogadta a Pécs a Nyíregyházát, amely szinte végig vezetett az első negyedben, de a szünetre 24-24-es állásnál vonulhattak le a játékosok. A második 10 percet a hazaiak kezdték jobban, és előnyüket végigőrizve 3 ponttal vezettek a meccs felénél. Fordulás után egyenlítettek, majd fordítottak a vendégek, de a záró negyed előtt még teljesen nyílt volt a mérkőzés. 5 perc volt hátra, amikor ismét egyenlő lett az állás, de a hajrá a Cápáké volt, így Pető Ákos együttese harmadik győzelmének örülhetett a rájátszásban. Jól reagáltuk le a változtatásaikat, hiszen edzőváltásuk volt, és kicsikét éreztük, hogy új szerkezetet fognak kipróbálni, ami logikus is volt, hiszen az a legutóbbi meccset már így fejezték be, illetve védekezésben is váltottak, amire szintén úgy gondolom, hogy főleg a második fél időben jól tudtunk reagálni. Sajnos az első fél időben még az agressziójukat annyira nem tudtuk jól kezelni, viszont utána már ez is jól ment, és benti játékukat nehezen tudtuk az elején megállítani, viszont ez is a második fél időre azért feljavult. A forduló másik mérkőzésén a Zalaegerszeg 78-69-en nyert Pakson, így a Nyíregyházával együtt 12 győzelemmel áll a tabellán. Mivel a hátralévő 2 fordulóban az atomerőműese és a Pécs már nem tudja ledolgozni hátrányát, a kékcápák újoncként elérték a bajnokság előtt kitűzött célt, biztosan maradtak bent a legmagasabb osztályban. Biztos bemaradásnak lehet mondani, hiszen tényleg ott vagyunk, ahol kell lennünk, de hát nem is azt mondom, hogy necces volt, de nagyon komoly energiákat kellett mozgósítani, és tényleg én azt gondolom összességében, hogy ez egy nagyon nagy bravúr, hiszen már most 12 győzelemmel állunk, és 2 forduló a vége előtt ott vagyunk jövőre is az átcsoportban, de ehhez kellett 2 olyan idegenbeli bravúr, illetve az Zalaegerszeg győzelme, hogy ezt már most kijelenthetjük. Én nagyon büszke vagyok a fiúkra, én azt gondolom, hogy teljesen megérdemelten leszünk jövőre is átcsoportosok. A Nyíregyházára még 2 meccs vár a szezonban, szerdán Pakson játszanak, majd szombaton a Zalaegerszeget fogadják a Cápák. Még azt mondom, hogy a Paksmesnek van tétje a Paks szempontjából, hiszen ők a play-out pályaerőnyért játszanak, bár még lesz egy Pécs-Paks meccs, tehát ott is eldőlhet, és az utolsó hazai meccs Zalaegerszeg igazából 2 megkönnyebbült csapat, de szeretnénk kiszolgálni a közönséget mindenféleképpen. A szezon záró Nyíregyháza-Zalaegerszeg mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik a Continental Arénában.